Védőként az a legfontosabb, hogy ne kapjunk gólt. Örülök, hogy végre, mert ebben a szezonban még nem sikerült gól nélkül lehozni a meccset, örülök, hogy végre sikerült. Hát, hogy mi lehet az oka, vagy mit kéne most csinálni? Szerintem ezen a mérkőzésen sokkal szervezettebbek voltunk védekezésben. Nyilván azért az is számított, hogy a csatárokat kiállították, tehát onnantól kezdve támadásba azért nem tudtak annyit beletenni, de én azt gondolom, hogy ugye mikor fenn voltunk támadásoknál, egyből sokkal hamarabb vissza tudtunk zárni most, sokkal jobban figyeltünk erre, nyilván most is ez kell, és akkor reméljük lehozunk kaput gól nélkül. A Paks valamiért mindig nagyon nehéz ellenfél, nagyon kompaktak, jól védekeznek, jól kontráznak, hát ezekre kell nagyon odafigyelni. Nyilván az új játékosok is nagyon sokat segíthetnek, hozzátehetnek, azért a mi játékstílusunk is változott ezáltal, és én azt látom, hogy talán ez lehet a kulcsa.